hát a kiállítás egy 104 képes első válogatás után lett 40 kép, ami felnagyított, rámába tettünk, és ki van állítva, azon kívül vetítésképpen a 104 darab. Milyen alkalomból, mikor készültek ezek a felvételek? Ezek 3 éve készültek, körülbelül 3 éve, és úgy összegyűjtöttük. De szerintem van itt egy több és nagyon sok van, amit nem jutottunk oda, hogy ilyen. Itt elhangzott a megnyitón, hogy a közember az nézi, de nem látja a valóságot. Hogy látja a fotoriporter ezt a valóságot? Hát én másképp nézem, mert körülbelül én oda megyek nagyon közel a dolgokhoz. Először megnézem, hogy mi történik, és utána kezdek fényképezni, majd van olyan alkalom, hogy már messze látom a dolgot, előveszem a gépet, és már fényképezek, mert 3 másodperc múlva már nincs semmi. Amikor elkészül egy fotó, ami megjelenik az újságba, ahhoz hányszor kell kattintani? 50-szer, 20-szor vagy 100-szor? Van, mikor 2-szer. Van, mikor csak 2-szer? Igen. Mert eltűnik a dolog, de megszűz. De ahhoz, hogy egy jó kép sikerüljön, hányat kell még mellé? Többet, de attól függ, hogy milyen az esemény. Tehát ha pereg az esemény, akkor többet csinálunk, és abból válogatunk. De ha egy olyan esemény van, például hirtelen előttnek valaki, akkor az egy kép, tehát amikor éppen telibe kapta az autót. Volt egy olyan helyzet, amikor nem engedtek fotózni, vagy amikor, hát... Többször én is szégyeltem magam, tehát van ilyen is, hogy én szégyeltem magam. Mikor például? Sokszor, vagy gyomor is kell hozzá, hogy csinál meg, folyik a vér az emberből, vagy valamilyen hasonlós az ember. A másik kínlódik, és akkor te mész neki a géppel, hogy lefényképezed, de azt nem nagyon szeretem. Tehát... Meddig lesz látható ez a kiállítás? Egy hónapig lesz látható. Utána a kedves kollégám Csomafáj Ferenc fog jönni egy nagy vállalatással, színházi fotókkal.